Makóváros önkormányzatának képviselőtestülete időről időre olyan személyeknek adományoz díszpolgári címet, akik egész életművükkel vagy kiemelkedő munkájukkal elismerést szereznek és hozzájárulnak a város fejlődéséhez, hírnevének öregbítéséhez. Rója István a makói Bajza József általános iskolában kezdte pályafutását, mint földrajztestnevelés szakos tanár. Ezt követően kollégiumi nevelőként dolgozott az Erdélyi Ferenc kereskedelmi és közgazdasági szakközépiskolában. 1995-től 2017-ig a makói József Attila gimnázium igazgatója volt. Vezetése alatt a gimnáziumba járó diákok száma évről évre emelkedett, és az intézmény a város oktatásának zászlós hajójává vált. A kitüntetett elmesélt egy személyes történetet, amely egy életre meghatározta szemléletét. A 60-as évek közepén apámmal biciklizünk a mai Szép utcán, én ülök a vázon, ő hajtja a biciklit, és az első kerék meghajlik. Ügyesen megállt apám, és bementünk a közeli, akkor úgy hívták, Ipari Tanulóintézet udvarára, és ott egy egyengető platón megkezdtük a helyreállítást. És én megkérdeztem kisfiúként, hogy apa, meg tudjuk mi ezt csinálni? Rám nézett, és megkérdezte, hogy lett ez a bicikli? Nem értettem. Fán termőt, vagy emberek csinálták? Hát mondom, emberek csinálták. Na, ha emberek csinálták, akkor mi is megcsináljuk. Ez egy életre való energiaforrás volt, ez határozta meg az egész életemet, ez a tenni akarás. Ha emberek megcsinálják, akkor mink is meg tudjuk csinálni, és ez a gondolat vezetett többek között eddig a pillanatig is. Igazgatói munkája hagyományteremtő volt a gimnáziumban. Ilyen volt többek között a gimiest, ahol zenei tanulmányokat folytató diákok léptek fel, amely több mint 20 éves múltra tekint vissza, és ma már komplex művészeti rendezvényé vált. Vezetése alatt olyan sikeres pályázatokon vett részt az intézmény, amely segítségével a továbbtanulást, felzárkóztatást segítették, illetve több eszközbeszerzés is megvalósulhatott. Rója Istvánnak jó érzéke volt ahhoz, hogy meglássa kollégáiban a tehetséget, és azt kamatoztassa is. Nagyszerű kollégáim voltak, akik ismertették elképzeléseiket, összehangoltam, és így remekül tudtunk együttműködni. A díjazott örömmel osztotta meg gondolatait az elismeréssel kapcsolatban. Meglepetésként érte, mikor megtudta, hogy idén ő kapja ezt a megtisztelő címet. Ha rólam van szó, akkor egy tanárról van szó, és éppen ezért tanítványaim és hozzátartozói, kollégáim és munkatársaim, családom és barátaim, és a jó makóikra gondolva őszinte megbecsüléssel vettem tudomásul ezt a irdatlan nagy elismerést, nagyon nagy meglepetésként ezt a megtisztelő díjat. A kitüntetett hozzátette, ha 2 év múlva elmegy nyugdíjba, akkor elmondhatja, hogy apa és fia, ifjabb és idősebb Rója István 70 évet szolgálta ezt a várost tanárként.